Hát gyerekek, mi sem menekülünk meg. A Mici Mackó horror változata ugyanis elérte a magyar mozikat is, de nem a gyerekkorunkat fogja tönkretenni, hanem a szép érzékünket, mert ez a film nem a mézzel vérrel folyókánál, nem bizony. Lássuk, milyen rémséggel van dolgunk. Mindenki ismeri a mesét Robert Gidával meg a Százholdas Pagonnyal. Na, ebben a változatban Mici Mackó, Malacka meg a többiek addig játszogatnak Gidával, míg az utóbbi fel nem nő és el nem megy a koleszba, jól hátra hagyva a félig ember félig állatbandát, akik aztán addig éheznek, míg fel nem zabálják szegély fülest. Ettől aztán Mici és Malacka annyira traumatizálódnak, hogy jól meg is kattannak, és innentől kezdve mindenre ellenségként tekintenek, ami emberhez köthető. Ezt nem csak a sok-sok év után visszatérő Gida fogja megérezni a bőrén, hanem az a csajokból álló társaság is, akik az erdőben lévő nyaralóban kívánnak eltörteni pár napot. Sejtetitek, itt nem csak méz, de vér is fog folyni. Barátok voltunk, ne csináljátok ezt, kérlek! Hú, hát hol is kezdjük ezt a kritikát? Talán azzal, hogy egyáltalán hogy létezhet ez a filmnek csak nehezen csúfolható szörnyszülött. Már is megmondjuk. 2022. január 1-én A.A. Milne klasszikus gyerekkönyve átkerült a public domainbe, azaz innentől kezdve bárki hozzányúlhatott mindenféle jogi következmény nélkül. A jól ismert karakterek közül csak Tigris úszhatta meg a dolgot, aki később csatlakozott a Mici Mackó családhoz, a mázlista. Rhys Frake Waterfield író, rendező, producer, olyan örökbecsű darabok jegyzője, mint a Démoni karácsonyfa, vagy a Húsvéti nyuszi mészállás, szóval korunk Stanley Kubrickja meglátta a materiában a lehetőséget, és korábbi mesterművének mintájára horrorfilmét dolgozta át a közkincsnek számító mesét. Az új évezred egyik kétségkívül legnagyobb látnoka pedig megfogta vele az Isten lábán. Mikor a produkciónak hír ment, a közvélemény hirtelen felkapta azt, aminek hatására az eredetileg 10 naposra tervezett forgatást megtoldották még pár nappal, és még a költségvetést is felpimpelték, hogy az immáron James Cameront megszégyenítő 100 000 dollárra rúgjon. Ebből a mérhetetlen forrásból még arra is telett, hogy a címszereplő maszkjának néha-néha mozogjanak a fülei, és esetenként vigyóra húzódjon a szája, és ne végig úgy nézzen ki, mintha csak a fejébe húzott volna egy sárgára festett lopótököt. Malacka animálására viszont már nem juthatott a Dellából. Ő egy túlméretezett krumplit kapott maszként, amibe a gyarakat tűztek. És még ők játszanak a legjobban a filmben. A csajok, ők aztán szemmel láthatóan improvizálnak, és ezt úgy teszik, mint ahogy Schwarzenegger csinálta régen az audio kommentárjait. Elmondják, hogy mi történik körülöttük. Jaj, jön a rém! Jaj, most megáll! Jaj, jön megint! És így tovább. És nincs olyan szerencsénk, hogy szimplán csak sipákoljanak, és olyan hülyeségeket műveljenek, mint egy átlagos horrorfilm leghülyébb szereplői. Muszáj ezt élőben kommentálniunk. A szinkronrendező pedig érezhette, hogy itt igazi kincsel van dolga, így minden hangeffektust alázatosan a háttérbe kevert, hogy nézőként premierfüldőt vehessünk a szinkron színészek csodálatosan megélt ajvékolásából. Nem lehet hát nem Micinek és Malackának drukkolni, hogy minél előbb tegyenek pontot áldozataik élete végére, és hát nagyon nem is kell megerőltetniük magukat, ugyanis ezek a lányok tátott szájjal rohannak a halálerdőbe. Van olyan lányza, aki ugyan meglátja, hogy egy rém lesz fel, de s***ni rá, ő most pesgőfürdőzik, és egy nyáladzó leselkedő szatír nem fogja tönkretenni az estéjét, nem bizony. Egy másik csaj meg egy zombigérő vízzel megtöltött medencében csinál úgy, mintha a világ legnagyobb tengeri viharában agonizálna, és eklektikus haláltáncot járva várja, hogy Malacka arcon somja egy kőtörő kalapáccsal. Frake Waterfield pedig megadja módját annak, hogy a film brutális kivégzését a lehető legnaturalisztikusabb effektusok kíséretében élvezzük. Van, ahol beérő a vérfürdőpont kif és a vérspritz ízléses elhelyezésével, de ahol az a jelenet kimunkáltsága megkívánja, ott még a péntet is beizítja. Közben pedig el lehet gondolkodni azon, hogy ugyan hol vásárolt magának az elvadult emberevő páros kertészuert, meg túrapakancsot, na meg hol tanultak megvezetni, de szigorúan csak azért, hogy az egyik remekül kitalált jelenetben áthajtassanak az egyik csaj fején. A texasi láncfűrészes mészállást, a sziklák szemét és a halálos kitérőt idéző halálfában vagyunk hangulatfokozása érdekében a rendező a helyszíne hordott egy csomó kacatot, amit a környező szemétdombokon talált. A pagony pedig kis felbontású drónokkal felvett és a videós könyvtárból letöltött konzervfelvételekkel operálva keltette életre, miközben csúcsra járatta a ködgépet, amit aztán tovasodort az Albionoszél, és még bazi nagy reflektorokat is lerakott mindenfelé. A tökéletes átélésért pedig démoni kórussal megfűszerezett zené aláfestés felel, amihez kapaszkodjatok meg, a zeneszerző lépes mézzel töltött hegedűt használt. Ezt nevezzük mi metódusnak. A film végére még egy olyan banda is befut, akiket mintha egy 30 éve felosztott thrash metal zenekar alkohol elvonóról szökött tagjaival tereltek volna össze, mert hát befejezésnek mindig kell egy nagy vérengzés, amit ezek a manusok még bambánban tűrnek, mint a lányok. A nagy leszámolás viszont elmarad, mert a bővített büdzsé ellenére Frake Waterfield mégiscsak kifogyhatott a pénzből, vagy egyszerűen csak ráunt az egészre, a Mici Mackó vér és mézet ugyanis nem befejezi, hanem egyszerűen csak abba hagyja. A film egyetlen pozitívumaként viszont nagyjából a 80. percben. Köszi.
Ha a fentiek alapján nem lenne egyértelmű, a micimackó vér és méz varázslatos élmény. Egy igazi filléres stressz, amit még a tékek alsó pócén is csak csipesszel rakosgatnánk odébb, így aztán üdítő érzés, hogy a mozivásznon láthattunk hasonlót. Mert hát ennek köszönhetően minden otrombaság a tízszeres nagyításban zúdul a nyakukba. De ne féljetek, tényleg alig 80 perc az egész, ennyi ideig pedig bárki el tud viselni egy kiadó szcunamit, nem igaz?